Néhány vásárló lézengett csupán a szekszárdi piacon 10 óra után pár perccel. Az árusok azt mondták, ez a 65 év felettieknek szóló idősáv bevezetése óta tapasztalható. A kereskedők szerint a koronavírus járvány miatt nem csak a vásárlók száma apadt le, de kevesebbet is költenek a piacon. A termékek ára ráadásul jócskán megugrott, ez pedig nem túl bevőcsalogató, mondták el kamerán kívül. A kereskedők szerint a magyar zöldségek, gyümölcsök árát a szeles, hűvösebb, viharos időjárás befolyásolta, a külföldi áru pedig a járvány miatt lett drágább, állítják. 1300 a cseresznye, 1200 az első sárga barack, és az eprem 1500 az beszerzési áron árulom, mert levitték az árakat. Szépen piroslott a ropogós hazai cseresznye a piacon, és többen nem is tudtak neki ellenállni, vásároltak belőle egy dobozzal. Egyes kereskedőknél 1 kiló cseresznyéért 800 forintot kértek el, máshol 1200-1300 forintba került. 1 kiló eper ára 1300-1500 forint között mozgott, 1 kiló paprikáért pedig 800-900 forintot kértek el. A vásárlók azt mondták, ők is érzékelik a drágulást, és emiatt alaposan megfontolják, hogy mire költsenek. 3 darab paradicsomot és egy csomórépát 565 forintért. Mit szól az árakhoz? Hát egy kicsit magasnak tartom az árakat, de nem csak itt, hanem mindegyik zöldségesnél, illetve az összes boltba jóformán, ahol az ember beveltődik. Én járok a boltba, de nagyon drága. Mi drága elsősorban? Alma. Amit szoktam venni, almát. Én az új káposztát is drágának találtam. Cseresznye? Azt meg sem kérdezem a cseresznyét, mert az nagyon drága nekem. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint közel 40%-kal lett drágább a gyümölcs tavaly májushoz képest. A paprika, paradicsom, valamint a sertéshús ára pedig 20%-kal emelkedett 2019-hez képest.